Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt szakmai képviselőtársam. A saját munkájának az eredményeként tekintsen arra, hogy mikor az általános vitára bejöttem, akkor én úgy ültem le ide, hogy azt láttam az egész javaslatból, hogy ez egy baráti kör támogatását segítő javaslat, és az általános vitában és az azt követő tovább gondolásában megláttam annak a legitimet hátterét, hogy valóban a felvetett probléma az javarészt jogos. Az, hogy a kis- és középvállalkozások családi üzleteknek a támogatásáról szólna, az, hogy a tisztességes piaci magatartást kívánna ezt segíteni, az csak a szokásos ilyen cukormáznak tűnt, és leginkább ezt a benyomást keltette. Ugyanakkor jobban utánnézve az adatokat el kell, hogy ismerjük, hogy valóban van egy olyan adó elkerülési törekvése a nagyvállalatoknak, amelynek a helyzetét kezelni kell. Elismerjük azt a felvetést, azt a probléma felvetést, hogy megoldást kell találni arra, hogy a piaci helyzetével senki ne tudjon visszaélni, nemzetközi kapcsolataival ne tudjon kibújni a társasági adó megfizetése alól, és meg kell teremteni egy nagyon nagy forgalom után azt, hogy ebből érdemi adóbevételek legyenek a magyar kormányzatnak. Azonban abban bízok, hogy a elnök úr nem tekinti a tisztelt ház méltóságának megsértésének, hogyha Fülig Jimmy-t idézem, mert ahogy nem lehet minden pofon mellé egy közlekedési rendőrt állítani, ugyanígy nem lehet szerintem minden adóelkerüléshez egy törvényt módosítani, vagy egy törvényt szabni, hanem bizony meg kéne teremteni annak a hátterét, hogy a jelenlegi intézményrendszer a NAV falain belül megteremtődjön annak a háttere, hogy mi lesz a tartós megoldás. Itt ZKP Dániel képviselőtársam már mondott is lehetőségeket, hogyha ő vezetne ilyet, akkor hogyan lehetne kibújni az ilyennek az adó problémájáról egy pici nyereséggel, hogyan lehetne 50 milliárd alá szorítani esetleg egy osztódással. Tehát összességében az az aggályunk, hogy nem fogja azt a célt szolgálni ez a jogszabály, hogy valóban be tudják hajtani azt az adót, ami jogosan követelhetnek ekkora forgalom után. Ugyanakkor az is problémaként vetődik fel, hogy mind olyan különböző kereskedelmi láncok, akiknél megjelenik ez a jelenség, hogy nem fizetnek társasági adót, bizony eltérőek. Van olyan, ahol szerintünk jól kimutatható az, hogy valóban kimenekítik a hasznot, és valóban adóelkerülési céllal törekszenek. Viszont van arra is példa, hogy olyan ütemben fejlesztett az elmúlt két évben mondjuk cég, annyi új üzletet nyitott, hogy a fejlesztés adta meg annak a hátterét, hogy bizony nyereséget nem tudott kimutatni, és emiatt egy egységes szabályozás, mi véleményünk szerint, nem biztos, hogy tudja azt az átfogó célt szolgálni, mint amit Szatmári képviselő úr a felvezetőjében elmondott. Összességében támogatandónak ítéljük azt az irányt, ami a kis- és középvállalkozásokat, a családi üzleteknek a nyitvatartását segíteni, ami ezeknek a helyzetbehozását megteremti. Támogatjuk a kormányzatnak azt az irányát, hogy a 50 milliárd fölötti forgalmat lebonyolító nagy kereskedelmi láncoknak a társasági adóját igenis be kell hajtani a valós forgalom után és a valós nyereség után valahogy meg kell fizetni és meg kell akadályozni a adóelkerülést. Ugyanakkor azért nem nyújtottunk be módosító indítványokat, mert azt gondoljuk, hogy ennek egy lényegesen átfogóbb szabályozására lenne szükség. Azokat a kiskapukat, amiről az ZKP Dániel képviselőtársam is beszélt, eleve megelőzni, átgondolni azt, hogy milyen megoldások lennének, és nem pedig egy kapkodó jogszabály alkotással egy adhok jellegű jogszabályt teremteni erre. Összességében a korábbi általános vitában közölt benyomásoktól eltérően nyugodt lelkiismerettel erre nem mondanánk nemet, mert a célokkal egyet tudunk érteni. Ebből adódóan a frakciónk álláspontja valószínűleg egy tartózkodás lesz, mert a kormányzati célokkal egyet tudunk érteni, viszont az eszközt nem tartjuk arra alkalmasnak, hogy azt a kormányzati célt, amit képviselő úr megfogalmazott, ezzel a jogszabálymódosítással el lehetne érni. Köszönöm szépen, elnök úr!